Ebben a mostani videóban a szorongás és a pánikbetegség megszüntetéséről lesz szó. Üdvözöllek itt Újhelyi Szabolcs Zoárt. A szorongás és a pánikbetegség nagyon sok embert érint napjainkban. Sokan az elején nem is nagyon tudják, hogy ugye mi a bajuk. Pár évig engem is érintett ez a probléma. Jellemző tünetek a stressz, a klausztrofóbia, az agrofóbia, azt érezni a tömegben, az utcán, hogy állandóan ugye minket figyelnek, a mellkasi szorítás és szívdobogás érzés, az álmatlanság, a pánikrohamok, a szorongató érzés a torok környékén, az ingerlékenység, a nyugtalanság és az izzadás, de sok más tünete is lehet. A szorongás és a pánik elsősorban a fejlettebb országokban fordul elő nagyobb gyakorisággal, és inkább a hölgyeket érinti ez a probléma, illetve az esetek 50%-ában depresszió is kapcsolódik hozzájuk. A szorongást előidéző konkrét fizikai folyamatokat a testünkben egyébként pontosan meg lehet határozni, a tejsav mennyisége nő meg, és míg az oxigénnek a szintje csökken a vérben, ez a tejsavas acidózis állapot. A tejsavat a B-vitaminok alakítják át a testünkben, tehát az szinte biztos, hogy a B-vitaminok szintjének csökkenésével a testedben emelkedik a szorongáshoz és a pánikhoz kapcsolódó tünetek kialakulásának esélye. Sajnos a mesterséges B-vitamin készítményekben általában csak max. 7-8 fajta B-vitamin van, és azok is ugye mesterséges kötésben vannak. A természetben ezzel szemben 24 fajta B-vitamin található meg. Nekem az a véleményem, hogy nem biztos, hogy a mesterséges készítményekkel a legjobb a B-vitaminokat pótolni. Nézzük meg most a továbbiakban 5 olyan természetes készítményt, illetve a legvégén még egy további listát, amely tapasztalatok és kutatások alapján is segítenek csökkenteni, vagy akár teljesen megszüntetni a szorongásos és a pánikos tüneteket. Az előbb említettem a B-vitaminokat, ez talán az első és legfontosabb mikrotápanyagcsoport, amit célszerű pótolni, tehát kezdj el magas B-vitamin tartalmú ételeket, étrendkiegészítőket fogyasztani. A B-vitaminok közül a B3 vitamin vagy niacin a leghatásosabb a szorongásos pánikos problémákra, de külön csak egyfajta a B-vitamint nem jó fogyasztani, nem annyira jó fogyasztani, jobb együtt szedni a többivel. A legjobb természetes B-vitamin források a sörélesztő, a méhpempő, a tojás, a tiszta vörös húsok, a virágpor, a goji bogyó, amiből inkább a gyümölcslevet idd és ne a szárított bogyót. De ott vannak még a gombaételeknek a többsége, az avokádó, egyél minden nap egy avokádót, és természetesen a zöld színű zöldségek. A sörélesztőt leginkább tabletta formában lehet megvásárolni, illetve van sörélesztő pehe is, jó az íze, könnyen lehet fogyasztani, saláthákhoz is például. A méhpempőben pedig sok más az agyunk számára fontos tápanyag van jelen, ilyen például az acetilkolin, ami az idegi ingerületek közötti átvitelben játszik fontos szerepet az agyunkban, tehát abban, hogy az agysejtek hatékonyabban kommunikáljanak egymással. A második a magnézium, amiből mindig természetes kötésben lévőt szedj, ezt ugye kellátnak is nevezik, tehát a B-vitaminok plusz a magnézium kellát egy fontos kombó szorongás és pánikbetegség esetén. Itt fontos azt is megemlíteni, hogy a szénhidrátok, a sok cukor jelentős mennyiségben használja a B-vitaminokat és a magnéziumot a testedben. Tehát nem elég csak megnövelni a B-vitaminok és a magnézium bevitelét, de nagyon fontos csökkenteni a bevitt szénhidrátok mennyiségét is. Azaz kevesebb finomított szénhidrátot fogyaszt, és ezzel szemben emeld meg a magas magnézium és B-vitamin tartalmú ételeket a táplálkozásokban. Főként egyél sok zöldszínű zöldséget, nyers csokoládét, avokádót és magvakat. Harmadiknak két mikrotápanyagot említenék meg, az 5-HTP-t, azaz 5-hidroxitriptofánt és a GABA-t, azaz a gamma-aminó vajsavat. Mind a kettőt lehet pótolni étrendkiegészítőkkel, amelyekből inkább válaszd a jobb minőségűeket, amelyek lehet, hogy picit drágábbak, de általában több hatóanyagot tartalmaznak, és azok jobban fel tudnak szívódni a testünkben. Az 5-HTP és a GABA mennyiségét növelheted a testedben a táplálkozásoddal is,
mely az a legjobb ételek, az erjesztett ételek, joghurt, kefir, kovászos uborka, savanyú káposzta, a flavonoidok, melyek ugye a bogyós gyümölcsökben vannak főként, de ott vannak a flavonoid koncentrátumok is, illetve sok van még belülük a kakaóban és a puer teában, ami egyébként Kínában gyógyszernek tartanak számon. Negyedik segítségként 4 gyógynövényt említenék meg, az asvagandát, vagy ugye indiai ginseng, a kavagyökér kivonatot, a zsózsagyökér kivonatot, illetve a tulsit, vagy másik nevén szent bazsalikomot. Ezeket a gyógynövények kapszulázott kivonat formában célszerű bevinni rendszeresen, és inkább este ajánlott őket fogyasztani, és elsősorban ezek miatt jók, ugye javítanak az alvásunk állapotán, stimulálják a növekedési hormon termelését, mellékves alulműködés esetén is nagyon jók, ugye nagyon sok ilyen szorongásos probléma esetén alulműködik a mellékvese. Ötödiknek és egyben utolsónak az omega-3 bevitelről kell beszélni. Az omega-3 létfontossága az agyunk számára például a gyulladások csökkentéséhez. Kutatások szerint szorongás esetén az omega-3-ban lévő EPA és DHA közül az EPA az, ami ugye hatásosabb. Ajánlott tehát beiktatni hetente többször a halételek fogyasztását, illetve a krillolaj vagy halolaj tartalmú étrendkiegészítőket szedni rendszeresen. A krillolaj előnyösebb a halolajhoz képest erre a problémára, mivel asztaxantint is tartalmaz, a természet egyik legjobb antioxidánsát, ami át tud hatolni a véradgáton is, így felhalmozódhat az agysejtekben, és ott hosszú távon ki tudja fejteni jótékony hatásait. Amit még ajánlani tudok szorongás és pánik esetén saját tapasztalatból is, az az almaecet. Az almaecet arra jó, hogy hatékonyabbá tedd az ásványanyagok, nyomelemek és más mikrotápanyagoknak a felszívódását az emésztőrendszeredben, mert ugye sokszor hiába eszünk jó minőségi ételeket és szedünk jó minőségi étrendkiegészítőket, sok közülük nem bomlik le rendesen a gyomorban, így nem tudnak teljes mértékben beépülni a testünkben. És ahogy említettem még a videó elején, szorongás és pánikbetegség esetén célszerű lecsökkenteni a finomított szénhidrát tartalmú ételeket és italokat is a táplálkozásunkban, de emellett az alkoholt, a koffeint, illetve a feldolgozott modern bolti ételeket többségét is. Fontos az is, hogy pihenjünk, relaxáljunk rendszeresen, és ha nem megy másként, akkor ugye ezt tudatosan tegyük az elején. Erre jó a jóga, a kocogás, a meditáció, a tai chi, vagy egy séta a természetben. Illetve fontos foglalkozni a lelki okokkal is. A szorongás lelki okai egyszerűen a gyerekkorra vezethetők vissza, például a szeretet hiányára, vagy az instabilitásra a családban, ahol ugye felnőttünk, és ha nem teszünk ellene tudatosan, akkor igazából egész életünkben velünk maradhatnak ezek a problémák, és folyamatosan gondokat okozhatnak. A pánikbetegség a szorongásból fejlődő ki, és általában halálfélelemmel jár, ugye nyomasztó sarokba szorítottság érzés jelentkezik, mely mögött leginkább az élettel szembeni nyitottságunknak a hiánya húzódik meg. Ha nem sikerül feloldanunk ezeket a gyerekkori problémákat, sokat segíthet például egy pszichológus vagy egy kineziológus is az úton. A pánikbeteg ember pedig általában félreérti az élet lényegének értelmét. Az élet értelmének megtalálásában sokat segít egy numerológus vagy egy asztrológus is. Összefoglalva még egyszer a legfontosabbakat, melyek sokat segíthetnek szorongás és pánik esetén, a B-vitaminok, a magnézium, az 5-HTP és a GABA, az asvaganda, a kavagyökér, a rózsagyökér és a tulsi, illetve az omega-3 zsírsavak. Remélem hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!